Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Szerintem a mozgásos feladatok a legnehezebb, talán a szöveges feladatok között. Miért? Hát szerintem azért, mert kicsit már olyan fizikás kifejezések vannak benne, egyrészt, másrészt, mert a gondolatmenet sem kifejezetten könnyű. És hát itt is van néhány típus nyilván, amit meg lehet érteni, meg kicsit bele gyakorolni, de azért nincsen mindig ilyen klasszikus séma, amire rá lehet őket húzni, ezért kicsit érteni kell szerintem, hogy hogyan kell gondolkodni, és a matematikai tartalmát is tudni kell. Öm, oké, és itt is többféle típus van, van olyan, hogy egymással szembe indulnak, van olyan, hogy együtt indulnak ugyanarra, van olyan, hogy késve indulnak, egyik fél órával indul később, mint a másik, vagy bármi ilyesmi. Öm, én azért a legfontosabb típusokra szeretnék egy-egy videót csinálni, szóval ha esetleg ezen kívül bármilyen másik mozgásos feladat érdekelt titeket, akkor biztos találhatok még a videók között ilyen ehhez hasonlót. <kül> Oké, okay, és ez egy olyan feladat lesz most, ahol egy egymással szembe indul, kettő személy, és nincsen késés, tehát ugyanakkor indulnak. Két falu 12 kilométerre van egymástól, délután 2 órakor indul az alfaluból egy gyalogos B-be, 4 km per órával, és ugyanekkor B-be, 2 km per órával egy másik gyalogos. Kérdés az, hogy mikor találkoznak. Tudom, hogy nagyon közhelyes, százszor elmondta mindenki, de tényleg így van. Szerintem, hogyha, tehát amíg ezt nem tapasztalja valaki, addig nehéz elhinni, de egy nagyon-nagyon pici rajz is rengeteget fog segíteni már a megoldásban. Nyilvánvalóan a rajz az nem oldja meg a feladatot, attól még, hogy megrajzoljátok, attól még sokkal előrébb, előrébb nem jutottunk, de rengeteg gondolat, rengeteg összefüggés, azonnal sokkal világosabb lesz, hogy egy nagyon pici, nagyon minimális ábrát is rajzoltak. Na most én megpróbálok akkor, hát itt van mondjuk ez az A falu, itt meg legyen a B falu, és akkor megpróbálok közé valami egyenes rajzolni. Ó, nem olyan borzasztó. Tehát A és B falu között tudjuk azt, hogy 12 km ezeknek a távolsága, és hát én picit berajzolok, mondjuk legyen egy Gyalogos, mindegy, legyen ő az egyik gyalogos, aki elindul a B felé 4 km per órával. A másik pedig B-ből indul a a 2 km per órával. és? Mi fog történni? Hát nyilvánvalóan találkozni fognak valahol, mint hogy azt a feladat is elárulja, de azért nyugodtan belegondoltunk, hogy nagyjából fognak találkozni, Hát a 4 km per óra sebesség az ugye több, mint a 2 km per óra, tehát biztos, hogy a, a, a faluban induló személy az több utat fog tudni megtenni, tehát képzeljük el, hogy ő jön 4 km per órával, ő jön 2 km per órával, és hát bizony, valahol úgy fognak találkozni, ami a B-hez közelebb van, hiszen ugye a 4 km per órás az gyorsabb. Tehát, hát mondjuk ide írom, hogy mondjuk itt fognak találkozni kb, és nem tudjuk azt se, hogy ez hol van, meg azt se, hogy mennyi idő amíg mennyi időbe telik, amíg ők találkoznak. Oké. Okay. Na és akkor itt kettő dolgot mindenképpen meg kell igyeznünk. Azt még nem írtam ki, hogy ők délután kettőkor indulnak, de most nem is ez a lényeg egyébként. Hogy mire kell figyelni nagyon az ilyen mozgásos feladatoknál. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan itt is használnunk kell majd egy ismeretlen szöveges feladatról van szó. Hát olyan helyre kell majd valóban bevezetnünk az ismeretlent, egy x-et, amivel ki tudunk fejezni valamit, és így meg tudunk oldani majd egy egyenletet, ez tényleg nem lesz könnyű, de igazából erre a módszerre erre lehet számítani. A másik az kicsit ilyen fizikás dolog, hogy ugye tudni kell azt, hogy hogy vannak ezek az összefüggések ugye az út, a sebesség és az idő között, kirajzolom ide ezt a kis háromszöget, talán ez ismerős, ugye az S, V és T, tehát ezt ugye matek Kosan is ki lehet logikázni, de nem árt esetleg tudni fizikából, hogy hogyan kapjuk meg az utat, időt, sebességet, milyen összefüggés van ezek között. Jó, <tosz> és akkor most jön a, hát akkor van egy harmadik, mondhatjuk, az, amit én szoktam emlegetni, mert ezt még nem hallottam senkitől, ezt lehet, hogy én találtam ki akkor, ha használható, akkor. Öm, jegyezzétek meg, ha nem, akkor nyugodtan szelektáljátok ki a gondolatok közül. Én azt szoktam mondani, hogy ez ilyen mozgásos feladatoknál valami mindig egyenlő. Üm, ugye két személyt vizsgálunk, akik mozognak egymással szembe, együtt, akármi, és mindig valami ilyesmi, vagy utoléri az egyik a másikat, találkoznak, vagy mikor ér oda, mikor nem ér oda, stb. stb. Valamilyen mennyiség mindig egyenlő a két szeménél. Ugye... Ránézzünk a sebességükre, hát a 4 km vagy a 2 km per óra az nem egyenlő, tehát a az sebességeket azokat kizárjuk. Nézzük meg, hogy az út vagy a idő az egyenlő-e. Hát az út megint láthatjuk, hogy nem egyenlő, hiszen ezt beszéltük, hogy a 4 km per órás személy az több utat tud megtenni, hiszen gyorsabb ugyanannyi idő alatt, mint a 2 km per órás, viszont már pont benne is van ebben a mondatomban, hogy ugyanannyi idő alatt. Tehát a lényeg az, hogyha ugyanakkor indul a két személy, és valahol találkoznak teljesen mindegy, hogy mennyi utat tesznek meg, az idő, amennyit haladnak, amennyi ideig haladnak, az biztos, hogy ugyanannyi. Tehát ideírom föléjük, hogy a T1, mondjuk akkor ez az, az egyes személynek ez ideje, mondhatjuk, meg a T2, azok bizony meg fognak egyezni. Miért kell nekünk erre rájönnünk? Azért kell rájönnünk, mert hogyha ez a kettő egyenlő, akkor mi ezzel fogjuk felírni az egyenletünket. Ide is írom azonnal, hogy azzal fogjuk majd felén az egyenletet, hogy T1 egyenlő T2-vel. Na most ez még lehet, hogy nem átlátható, hogy mi fog történni, de mindjárt szerintem nagyon egyszerűen látni fogjátok. Öm, oké. Na itt jön be az, hogy meg kéne néznünk, hogy hogyan tudjuk kiszámolni az időket. Hát T-t azt úgy kapjuk meg, hogy S per V, ide írom, hogy T egyenlő S V, magyarul bármilyen időt úgy tudunk kiszámolni, az utat elosztjuk a sebességgel. Ezt a kis háromszöget meg lehet esetleg jegyezni, vagy aki megcsinál csak néhány ilyen szerintem az új is meg fogja ezt éjjelni, szóval ez nem ilyen bonyolult dolog. T egyenlő S per v, magyarul. Mindkét személynél úgy kapjuk meg az időt, hogy az általa megtett utat elosztjuk a sebességével. Na most, <tud> tudjuk -e azt, hogy mekkora az A által, vagy a első személy által megtett út? Nem tudjuk, az A sebességét tudjuk. A másiknál szintén az utat nem tudjuk, de a sebességét igen. Itt kell azt a trükköt bevezetnünk, és itt ez az utolsó fontos információ. Ugye mi még X-et nem vezettünk be sehova, ez most fog megérkezni. Tudjuk azt, hogy ketten összesen 12 km utat tettek meg, ez ilyen látszik is az ábrán, ezért én azt mondom, hogy beírom azt, hogy ő mondjuk az első személy X km utat tett meg, akkor a másik 12-X-et. Egyébként ez fontos, ugye, hogyha valami két mennyiségnek az összege az mondjuk 12, akkor az egyik az X, a másik 12-X, ez, ez rengeteg feladat előjön. Szuper, és akkor most már vannak sebességeink, van út is, egy és ezt fel tudjuk írni, akkor mondjuk azt, hogy az első személy ideje a T1, ezt hogyan kapjuk meg? Ugye előbb mondtam azt, hogy az út per sebesség, mennyi az út, nála, akkor ide írom, akkor nem gond, az x per, ugye a sebessége az 4 km per óra, ő volt a T1, majd bocsánat, ezt ide akkor írom fölé, hogy ne az legyen, hogy ő nem átlátható. Tehát a T1 az az X per 4, ugye, mert az út az X, a sebesség pedig 4, a T2 pedig mennyi az út? 12 X, és mennyi a sebesség? Az pedig 2 km per óra. Hoppá, mit tapasztaltunk? Ez bizony egy olyan egyenlet, amiben csak X van, és meg tudjuk oldani. Persze, hát ilyen törtes egyenlet, nem kifejezetten szép, de hát most azért mm, minden nem lehetséges, tehát ezt itt akkor megszorozzuk 4 négyel, ezt gyorsan megcsinálom, de nyilván ez nem a feladat megoldás legfontosabb része. x egyenlő 24 2x, akkor hozzáadok 3x-et, és azt kapjuk, hogy 4x, jaj, nem, bocsánat, jaj, na igen, tehát én is egy kicsit álmos vagyok, talán így reggel 2x-et adok hozzá, tehát 3x egyenlő 24, és elosztom hárommal, azt kapom, hogy x egyenlő 8. Szuper. Mit jelöltem x-el? x-el jelöltem azt, hogy mennyi utat tett meg az első személy, 8 kilométert, akkor másik az 4 kilométert tett meg értelemszerűen. Na most gyönyörű szépen lehet látni azt, hogy az egyik az dupla olyan gyorsan megy, tehát 4 km per óra az dupla olyan gyors, mint a 2 km akkor ő 8 km fog megtenni, mivel ő dupla annyi utat tesz meg, mint a másik. Nagyon szépen látszik, hogy mennyire működnek ezek a szabályszerűségek, de még nem ezt kérdezték, hanem azt, hogy mennyi idő alatt teszik meg. Na most, hogyha mondjuk 8 km tett meg az egyik, és 4 km per óra sebessége, akkor ugye 4 km per óra sebesség az azt jelenti, hogy minden egyes órában 4 kilométert tesz meg, tehát akkor, hogyha összesen 8 kilométert tett meg, akkor 4 kilométert, majd megint 4 kilométert, tehát 2 óra alatt találkoztak. Egyébként ez kijött volna a másiknál is természetesen, tehát ide írom, hogy a tét egyébként úgy számolnánk ki, hogy S per V, tehát mondjuk 8 per 4, tehát 2 óra, és igazából ez még mindig nem a végeredmény, mert ez az, hogy Mennyi ideig mentek? 14 órakor indultak, tehát 14 óra, majd 2 óra, akkor 16 órakor találkoznak. Tehát Ilyen egy mozgásos feladat ö, levezetése. Én azt nem állítom tényleg, hogy ez egy könnyű feladat. Elég sok minden trükköt kell ismerni, hogy meg tudjátok ezeket csinálni. Ö, visszatekintve, szerintem az a legfontosabb gondolat, hogy mindig amik egyenlőek, azokkal próbáljátok felírni az egyenletet. Nyilván valahova be kell majd egy ismertnek vezetni valami ügyes helyre, amivel azért több mindent ki tudunk fejezni. Egyébként meg, hogyha értitek, vagy egy kicsit rajzoltak, akkor sok minden gondolat eszetekbe juthat. Ha esetleg még ilyen mozgásos feladatot szeretnétek nézni, akkor remélhetőleg ehhez hasonlóakat találtok még a videók között.